Na sziasztok, én Alex vagyok, és ma ismét 100 millió tét lenne. Na mindegy, és itt lenne velem ma Ryan. Sziasztok. És így kaja. Kinek kell kaja? Tudom. Kaja valakinek? Senkinek? Jó, mindegy. Oké. Okay. Szóval, hát igen, újra elkezdjük a csatornán a videózás, hogy eléggé elhanyagoltam, ennek vannak is okai. Magyarországon voltam leginkább, és ugye hát ott nem tudok videózni. Előre meg nem akartam feltölteni szar videókat. Szóval igen, na mindegy, kezdjük újra, folytatjuk ezt a sorozatot, ezt a legendás sorozatot, ugye? Ami eléggé híres. Szóval ezt már nem akarjuk befejezni, most már tényleg nem. És ja, itt van velem Ryan most. Ja. Háj. Ilyen kis defa. Senki. Amúgy a Sierra Club holnap lesz elérhető. Szóval igen, az IP a leírásban van. 1.10-el tudtok feljönni, 1.11.2-ig. Szóval ezt valamelyik közül válogassatok és akkor gyertek fel. Igazából nem vesztettetek semmit el, szóval cuccotok, pénzetek, meg minden megvan. Annyi változott, hogy egy csomó minden be lett újítva, úgymond. Szóval itt meg is mutatjuk, hogy mik pontosan. Szóval itt veszünk kulcsokat. Meg szegény Ryan-nak is veszünk, mert ő defa. Na vissza is jöttünk, bocsánat, egy kis vágás volt. Csak volt egy kis baki. Na mindegy, szóval ott van szegény Ryan-nak a kulcsa. És akkor itt van, szóval is mutatjuk, hogy ez milyen. Szóval ez igazából konkrétan majdnem ugyanaz, mint az előző, ugye? Csak annyival, hogy szerintem sokkal gyorsabb. És szerintem itt kényelmesebb, mint hogy ládákat is kell vennetek, meg kulcsokat is. Kulcsot kell csak vennetek, és csak mutogatnotok kell, ennyi igazából. Ezt még ugye fejleszteni fogjuk persze, de ez több láda, szóval nem csak ez a kettő lesz. Hanem most már tényleg lesz több láda, kulcsláda, vagy késláda is lesz, ami régen volt, ugye? Szóval sokkal gyorsabban lehet nyitni szerintem, nem? Hát igen, meg ugyanaz maradt, úgyhogy veszteremény nyerni is tudtak belőle, úgyhogy ez a sorsa van bízva. Nem azt, hogy akkor előrebbet hozva az esély, de egy picit ugye előrebbet hozva, nem? Aha. Annyival, annyit lehet észrevenni, ami másabb talán, hogy ugye itt színek vannak itt a menübe, úgymond, amikor pörög. Ez ugye direkt azért van, hogy könnyebben észre lehessen venni, ha mondjuk piros jön, vagy kés. És nem mindig mindenhol gyapjú legyen, úgymond. De viszont gyapjút kaptak, ahogy látjátok. És kapok talán egy pinket, és kaptam pinket, ez az. És én akkor a tűzijáték van, igen. Szóval ezeket el is adjuk. Oké, sárga, és még ez. Oké, hát nem tudom, hogy szerintem, ja, ebben volt profit. Egy kicsit még egyen a drága a kulcs, 2201 darab, de majd ezt megváltoztatjuk. Kicsit alacsonyabbra, mit csinálsz? Éppen próbálok nyerni. Aha, próbálsz? Szóval nem próbálok. Megy. Nem megy, mi? Sem ment a lilla mellett, hallod? Várjál, amúgy hogy kell beállítani, hogy... De vissza is jöttünk, csak beállítottam azt, hogy a fákja majd égjen a kezembe. Nem találtam azt a beállítást, mert még nem tudom, 1.10-et nem használtam gyakran, szóval... Ja, na, akkor mehetünk? Persze. Szóval beírjuk, hogy Pervarp vadon 2, jó halljátok, ugye a vadon megvan simán, ugye beírtam ide, hogy ezt a vadonhoz jöttem, hogy Ryan, ugye, hogy te is addig ide. Szóval itt a sima vadon, ezen semmi nem tűnt el, csak annyi a másabb, hogy lett egy vadon 2. Vadon ó, itt Ryan, nagykori. Aztán itt annyival másabb, hogy ez elvileg túlélő barátabb, szóval ahogy látjátok, már a helyek is jobbak. Nem olyan, mint az előző, hogy mindenhol hegy van, szóval itt normálisan lehet túlélőzni. Egyébként itt ugye nincs semmi levédő, de majd a videó után levédjük a dolgokat. Na mindegy! Jelentkezünk, ha találunk egy jó helyet. Na, találtunk is egy ilyet. Júj, ezek bántak, te ne öld meg. Nem bánt. De bánt. Szerintem csak meg akar ölelni, nézzük már meg. Aha, de meg bánt. Akar ölelni. De bánt, nagyon bánt. Ne bántsuk, na. Ott a bocsa, várjál már. Szóval... Hogy vinyom itt? Jaj! Na jó, igazából ez ilyen kis maci, ahogy látjátok. Kicsi, igen, kicsi, ahogy látjátok. De azt meg lehet szelídíteni, ne! Ne, azt ne bánjuk. Van nálad hal, vagy szóval, mit teszik? Aha, van nálam hal, nem tudom, sültet elfogadni, gondolom, de mindegy. Ez hülye. Á, megeszem, á, de!
Öljük meg, de szegény... Jó, a majd lesz még. Megölöm a bocst. Várja, ott a bocs. Na azt ne, azt ne öld meg, te! Azt a futkározik. Azt hittem dobott halat, na innen akkor megölhetjük. Várj. Szed! Mondom szed! Mondom szed! Ez, megvan. Hát ez. Falu a... Jézusom. Ó, Isten. Jézusom. Aj, Alex. Uff. Mi ez a generáció? Jézusom, fiam, milyen pici nyuszi. Megvettük szegényt. Hosszú ki, remélem van, mi az? Öntős cucc. Ó! Ó! Hát bocsánat, playerek, de ez a miénk. Bocsánat, tényleg. Ezek bocsi. Látod, nem én építem, látod? Látod? Jó van. Ó, ilyet nem is, várjál, ez cékla, ohoj. Ez nem, ez retek, nem? De, ez retek. Ez cékla, te. Ja, jó van. Halosztok, sziasztok. Mi a helyzet? Semmi. Na, gyere, tovább. Várj, nem tudok, nagyon mindig. Ó, itt egy izé, Kovács. Azt mondom, ilyen kéne, hogy legyen. Te már bent vagy? Be szeretnék menni valahol. Oké, okay, te van szette, gyere. Helye. Ja, itt oldal, gyere. Oké. Okay. Az az. Van PP amúgy? Van jó. Van. Ez a hang amúgy, hogy megcsal. De amúgy nem rossz. De ez a hangban. De amúgy mi nem vagyunk hozzászokom, hogy ez 1.10-es, szóval azért törgünk ezeken a hangokon, meg ilyesek. Mint amikor összeveszel a barátnőddel és becsapja az ajtót. Teljesen olyan hangja van. Olyasmi. Na várjál, azt mondja, akkor vágjunk szerintem itt fát, szóval vagy nem tudom, hogy vágjunk-e ilyen fákat, mert ott van a... Achievement. Ó, kaptam egy zombi izé, skult. Széklamag, mi a halál? Ezeket mondjam, hogy el lehet adni, ezeket a fejeket, mob fejeket. Elég menő, mi? Elég menő, mi? Elég menő. Nagyon, epic. Menő. Ugye? Oké, okay, akkor menő. Szóval ilyeneket lehet majd a szerveren csinálni. Csak ez ugye, ez majd kicsit később lesz. Ezek, hogy holnap már elérhető lesz a szerver. És tudtok majd játszani szépen, amúgy lájkoljátok, hogy akarjátok ugye ezt a sorozatot, meg maga szeretitek a szervert, akkor lájkoljátok ugye a videót. Meg majd ugye iratkozzatok fel, na mindegy. Szerintem Ryan, itt set homoljunk, és ó. Van, ó, nincs akárgyam, nagyon jó van. Jó, amúgy csatlakozz egy munkához. De munka. Nem úgy kell, mert itt úgy kell, hogy per jobs, join, és akkor valami. Ez per munka, és rákattintottam, érted? De te úgy is működik, mondjuk igaz. Ez mi ez a hang? Ezt hallottad? Nem, én pont, hogy fent voltam. Ez mi halál? Mint valami robot. Nem, mint egy csilla, ami brosdás. Nem tudom. Tuti ilyet nem hallottatok még egyébként, mert szerintem ez valamelyik plugin adható hozzá, nem? Vagy 1.10 és ennyire hülyék vagyunk. Öcsém, mindjárt megjelenik Herobrine, bakker. Ó, lehet beraktam, ja? Lehet. Lehet. Az elcsúszott workbench, ez még mindig the best. Alex. E? Ezt ne. Hallod? Mi az? Rátettem a fára, amit kidobtam a workbench-et, és eltűnt a fa. Eltűnt a fa. Tudás kell ahhoz. Ahhoz biztos. Ez nem izé Fortune, ez sárkány. De akkor miért nem ad? Ja, de ad, akkor nem szoktam. Hú, van már csomó szén, meg mindenünk. Gyémánt ki. Jó, én addig itt szedek magamnak követ. Itt elkezdek, hogy azt mondjátok, hogy alig lehet pénzt szerezni, úgy lehet bányásszal. Ugye munkákkal lehet egyik legjobb módon pénzt szerezni, vagy a cségoláda nyitással, ugye? Meg ugye most akkor el fogjuk kezdeni, hogy legyenek a eventek aktívak, úgymond, szóval így itt én negyed óránként akár event. Szóval nem tudom, lehet automata lesz, nem tudjuk még. Azon gondolkozunk még talán. Egy-két event lehet, hogy biztos, mert vannak olyan eventek, amiket nem látunk magától megoldani, hogy automatikus legyen. Ja, melyik split meg ezek lehetnek. Hát persze. De ez még a jövő kérdése. Az lényeg, hogy szerintem a Silver Club jó fele megy. Én szerintem.
egyedi téren is, mert hát megnézzük igaz a túlélőszerveket, mindegyiken szinte ugyanaz van. Vagy úgy van elcseszve, hogy elég jó OP, vagy úgy, hogy nagyon nehéz. Szerintem mi így a... Középtár, igen. Szerintem, én azt adtam észre, mert hát ugye elég nehéz is pénzt, ez nem is annyira könnyű, ugye meg nehéz is, meg hát nem tudom igazából, hogy így... Na, értitek. Szóval szerintem, ja, eléggé közép helyen vagyunk. És tehát, nem tudom. Egyébként tényleg a Jobs csinálja ezeket a hangokat, mert ahogy megkaptam a level 3-at favágásból, egyből kiadta a hangot. Level 4 lettem és megint kiadta. Lol. Hát az, az baj, ja. Majd egy csomó arany, és el is égettem őket, Jézusom Alex, béna vagy. Jönnek ezek a kommentek, ja. Na, én megyek akkor fel. Fel! Tudod mit? Ha megteheted. Na, itt is vagyunk, jó. Akkor, én szerintem, te szerintem én mi a... hogy aradja? Na, majd megszerintem a patelpe is vár egy kis fát, szóval mindjárt jövünk. Na, vissza is jöttünk egy kicsit, eddig így állunk amúgy a házzal. Eléggé menci eddig, amúgy igen, king vagyok, tudok flyolni. Miért azt hiszlek, hackkelek. Amúgy persze, van saját nem. Vagy? Van. Csak akkor miért nekem is a HP-d? Jó, ja, nem tudom. Jó, ja, mert leestem a hája sem. Egy nap. Na, szóval gyerekek, így állunk jelenleg. Egy kicsit vágtunk fát is. Azt ja, ez egy ilyen kis mini kastély lesz, vagy hát nem is tudom. Ilyen fenti rész is lesz, meg lenti rész is igazából. Úgy terveztük. Középen meg mondjuk olyan lehetne rájön, hogy egy ilyen nyitott tér. Középen? Szóval olyan, mint egy vár lenne ez. Szóval úgy képzeld el, mint egy vár lenne, egy mini vár. Ja, akkor csak körbeépítjük? Körbeépítjük, és akkor középen lenne a mi terünk, ahol a ládák lennének, meg ezek. Nyitott térné, szóval nem lenne tető. Meglátjuk. Mindegy, mindjárt visszajövünk, amúgy az építéseket, meg ezeket nem akarom videóba vágni, mert akkor hosszadalmas lenne. Viszont hétvégén lesz egy live erről a sorozatról, szóval ott majd ezeket is mutatni fogjuk. Na mindegy, mindjárt visszajövünk, és igen. Pillanat. Na itt is vagyunk, megmutatjuk a piacot, és ez ennyi lett volna ez a rész, ugye? Na itt van Ryan Kess, szóval ezt a piacot megmutatjuk, szóval ezek a piacon vásárol, jobb ki kell eladni, ugye Barkley Kess fontos, mert sok ember nem tudja. Jó vásárlást és eladást, szóval igazából annyi a lényeg, annyival másabb ez a piac, hogy lehet látni, eléggé nagy. Hogy minden egyes dolognak van piac. Jó, nem minden egyes dolognak még. Még az 1.10-es és 1.9-es dolognak nincsen. Például itt még nincs az semmelyik 1.9-es dolog. Mert ugye ezt meg 1.8-ba építettük meg. Igen, de viszont majd hozzá lesz adva. Ugye itt lesz majd a fejbolt, ami eléggé egyedi. Aztán érc piac ugye, szóval mindenféle piac van. A mobs van egy piac ugye, ami a egyik legfontosabb, amit azt szeretik a legjobban a playerek. És itt mindent lehet venni, hát jó, nem minden spanner, de leginkább az összeset, ugye meg át lehet változtatni, attól függ milyen rangja van a embernek. És igen, szóval, álljatok, itt még van egy pár bolt, vagy piac, itt van növény, ugye moblut, redstone, ugye kaja, és ugye a színezékek. És ugye itt ki van írva nagy betűkkel, hogy Silver Club piac, ja, itt még van valami, várjatok. Ja, igen, a izé, a poti. Poti. És ott a páncélosan. Ugye páncél dolgok, és itt menő karakterek vannak itt lent. Steve! Te is Steve volt. The best forever. Te is Steve voltál, és látjátok, mert van útrangja, mert én adományoztam, látjátok, mert igaz, hogy 100 milliót össze kéne gyűjtenem, de én mindig 7 milliónál vagyok, szóval... Fail. Majd meg lesz. Na minden itt volt velem Ryan, és hát
így ezzel a videóval be is akartam jelenteni, hogy visszatértem normális videókkal, majd lesznek megint ilyen paródiák, mint például a Huberix-ről, vagy a Csoki Makiról, vagy bárkiről igazából, szóval azok is lesznek majd, de lesznek ugye normális gameplayek, mint például ez. Hétvégén akkor lehet lesz live, sőt szerintem biztos. Na mindegy, lájkoljátok, iratkozzatok fel, és gyertek fel a szerverre 1.10-től 1.11.2-ig, ajánljuk a legendai MC klienst. És igen, itt volt velem Ryan. Sziasztok. És látogassatok fel, iratkozzatok fel, és lájkoljátok a videót. Sziasztok.